Üdvözlöm Önöket! Készültünk tárlattal, zenésestel, de mindezek előtt színházzal. Nem szokványos királylányos történetet láthatott a Szabadkai Gyermekszínház közönsége március közepén. A Király kisasszony, akinek nem volt birodalma című előadás, egy történet arról, hogy nem minden arany, ami fénylik, ami meg nem fénylik, az lehet, hogy az. A logikus gondolkodás szabályai szerint, ha én kétes egyének is látszom, egyáltalán nem biztos, hogy az is vagyok. Lehetnék például király kisasszony is. A mese királyfiakról, pónilovakról és udvari bolondokról, kastélyokról, tortákról, illetve koronázási jelvénykészletekről szól. Leginkább persze Sára király kisasszonyról, akinek nem volt birodalma. Ursula Jones bölcs és szellemes tündérmeséjét Marko Róbert írta színpadra, rendezője pedig Szentecki Zita. Marko Róbert, aki írta a darabot, ő az osztálytársam, és ezt korábban otthon csinálták monodrámaként, és Maxim Lenke játszotta, és a délszláv háború valamennyire szerepel benne, és akkor úgy gondoltam, hogy ez Szabadkán nagyon jó lesz, és akkor a Robival kicsit átírtuk, hogy ne egy szereplős legyen, hanem több. Úgyhogy, de igen, az ő darabja, és az én fejembe született, amikor jött a megkerés, akkor nyáron kerestem darabokat, és úgy éreztem, hogy ez az, ami leginkább ide szól. Nagyon jó volt a színészekkel találkozni, mert ők nagyon-nagyon kreatívak, tehát például rögtön az olvasópróbán rengeteg saját élményt meséltek, és volt a fejemben egy kép valamennyire, hogy hogyan lesz, de ahhoz képest nagyon sok mindent hozzáraktak a színészek is, meg nagyon jó volt Rumi Zsófival dolgozni, aki egy grafikus, nem is igazán tervező, neki is ez csak a páradik előadás, és most dolgoztunk először együtt, de szerintem ez is nagyon klassz volt. Az előadás fiatal alkotógárdája, a rendező, Bíró Bence dramaturg, valamint Rumi Zsófia díszlet és jelmeztervező először dolgozott Szabadkán és első alkalommal egymással. Ebben az előadásban igazából nem kellett nagyon sok kivitelezési munkát csinálni, mert majd a gyerekek meglátják, hogy nyomtatva van, sok minden papírból készült. Tehát én megrajzoltam a bábokat, és aztán azokat nyomdába kinyomtattuk, és a díszletekben pedig egy könyvkötő segített nekem, meg még itt is segítettek nekem a műhelyben, úgyhogy jól sikerült szerintem ez zökkenőmentesen sikerült kivitelezni az előadást. Papírdíszlet, ez mennyire érzékeny díszlet? Hát nagyon érzékeny díszlet a papírdíszlet, viszont szerintem pont emiatt nagyon erős tud lenni színpadon, egy nagyon törékeny dolog. Úgyhogy ebben az előadásban vannak fogyókellékek, amik minden előadásban újak lesznek, és vannak olyan dolgok, amik pedig folyamatosan öregednek, és nekem nagyon tetszik meg ennek az előadásnak az esztétikájába, szerintem belefér, hogy egy picit mindig meg van ragasztva valami egyre inkább, és egyre elhasználtabb lesz. A papír az igazából egy nagyon meleg tárgy, tehát egy melegséget sugárzó, mindenki ismeri, a gyerekek is ismerik. Ez szempont volt egyébként, amikor választottál, hogy olyan díszletből készíts, illetve olyan dologból készíts díszletet, amit a gyerekek ismernek, ami nem valami távoli dolog számukra? Igen, fontos volt, amikor Zitával elkezdtünk beszélni erről az előadásról, ő úgy keresett meg engem, hogy szereti a grafikáimat, és hogy mindenképpen grafikus dolgot szeretne kérni. Ez volt az egyik szempont. A másik az, hogy mivel ez egy olyan valakinek a története, aki elmesél, tehát valaki meséli egy régebbi történetet, és az ő emlékei elevenednek meg, ezért gondoltunk arra, hogy a főszereplőnek a rajzai és az emlékei elevenednek meg a színpadon. Király kisasszony vagyok, csak nincsen birodalma. Kegyedet tréfál! Nem szoktam tréfálni a személyzettel, és tűnjön az utamból! Marko Robinak a szövegébe nyúltál bele, mennyire? Igazából nem nagyon. A Robi ezt tök jól adaptálta, ugye ez egy meséből csinált ő egy színdarabot, és szerintem nagyon jó munkát végzett, alig-alig kellett hozzányúlni, kicsit adaptáltuk Szabadkára, vagy a helyszínre, tehát kicseréltük a városneveket, meg egy-két édességet, tehát ami a vajdasághoz hozzá alakítottuk egy picit a szöveget, szerintem 5%. Mire kell figyelni ilyenkor, amikor akár 5%-nyit is belenyúlsz egy szövegbe dramaturgként? Tehát mi az, ami elsődleges szempont kell, hogy legyen, azon túl, hogy nyilván ne vegye észre a néző, hogy ezt valaki más írt a stílusában? Igen. Hát az elsődleges szempont az, hogy a színészek szájába illő mondatok legyenek adva, és ők jól tudják mondani, ezért például az olvasópróba után is tud ugye változni sokat a szöveg, vagy hát nézegettük a színészeket, vagy láttunk előadást tőlük másokat is, más előadásokat, és akkor
úgy a színészekhez hozzá lettek igazítva mondatok, de ezt igazából ők is csinálják, tehát nagyon sokszor improvizálnak és hoznak ők is ajánlatokat, amire dramaturgi feladat csak igent kell mondani, annyi. Mert a sárának mindegy, keringő vagy tangó, járja, mint a pillangó! A darab hősnője természetesen egy királykisasszony, akinek bár nem volt sem vagyona, sem birodalma, de ez nem okoz semmiféle nehézséget. Ettől még az illető királylány bejáratos a királyi udvarokba, és királyfik vetélkednek a kegyeiért. Nagyon meglepődtem, amikor a szereposztásnál, amikor rámosztották a királykisasszony szerepét, hát mondom, ebből már kinőttem, ugye? De utána később rájöttem, hogy arról van szó, hogy egy középkorú nő meséli el az életét, a fiatalkorát. Igen, hát ezt persze a rendezőnő segítségével próbálgattuk ezt, hogy hogyan lehet elválasztani, bár igyekeztünk, hogy ne legyen nagy különbség. Mert hogyha spontánul mesél valaki, akkor a báb is, ami a báb egy jelzés, ugye itt papírból van, tehát hogy nüansz különbség legyen a kettő között. Remélem, hogy sikerrel jártunk. Szemtelenül fiatal alkotógárdával dolgoztatok együtt. Gyakorlatilag a dramaturgtól a rendezőig át mindenki nagyon-nagyon fiatal. Hogyan illeszkedtek be ők a csapatba, hogyan fogadtátok őket, milyen voltam? Hát meglepően fiatalok, ilyen 25 évesek átlagban. Nagyon jó munka volt. Az ember szeretettel és ámulattal nézi az a belőlük áradó energiát, a sugárzást, a mindenféle szépet, jót, tehát az ambíciókat, amelyek ilyenkor előtörnek, a szép, friss gondolatokat, amit én nagyon szerettem náluk, és szerintem teljes mértékben összedolgoztunk, barátkoztunk, eszmét cseréltünk. Jó munka volt, jó munka volt. Nem is tudom, hogy dolgoztunk-e még ennyire fiatal kis csapattal. Örülök nekik. A darabot másodszor vitték szélre magyar nyelven. Először monodráma formájában Magyarországon, most pedig Szabadkán a Gyermekszínház társulatával. Az előadás létrejöttét az Anyaországi Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Föl nemzetem, föl a szebb jövőre címmel tartott a március Zserekán Topolyán a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ és az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör közös ünnepi műsorát az 1948-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére. Daliás huszárok, rezgőszoknyás leányok énekétől és táncától volt hangos a színpad március 13-án a Magyar Forradalom és Szabadságharc 168. évfordulóján Topolyán. Nagyon jó érzés, nagyon sokat dolgoztunk rajta, és az embereknek a mosoly az arcán műsor után nagyon sokat jelent, és nagyon jó érzés ezt az egészet látni, és innen lentről átélni ezt az egészet. De azt hiszem, hogy azok számára, akik sokatszor vagyunk színpadon március 15-én, ez egyfajta lelki feltöltődés, hiszen minden nemzet számára fontos, hogy ismerje a saját történelmét. Épp ezért a gyerekek számára, akik most először voltak színpadon ebben a műsorban, azt hiszem, hogy talán ez egy kis történelemleszke is. Mindenki megtalálja ebben a műsorban önmagát, megtalálja a saját érzéseit, hogy fejezhesse ki magát énekben és táncban. Gyűlt a toronyba sok ifjú bajnok, harcöltözetnek csillogása rajtok, de fegyveröknél sokkal fényesebben csillogott a bűzbátorság szemökben. Prózai szövegek, szavalatok és megzenésített versek színesítették a műsort. A műsorban három megzenésített vers hangzott el, a Kis Dénes Márciusban című verse, amit Szerda László zenésített meg, illetve Petőfinek a Nemzeti Dala, és Tompa Mihálynak a Gólyához című verse, ami pedig az én szerzeményeim. Ezek közül a Nemzeti Dal az, ami kifejezetten erre a műsorra készült el, ugyanis hát jó magam
5-6 éve muzsikálok folyamatosan ebben a műsorban, és mindig a már jól ismert, mindenki által jól ismert Tolcsvai féle földolgozását használtuk ugye a nemzeti dalnak, és Kis Imre Árpád idén kitalálta, hogy mi lenne, ha bátorkodnánk megpróbálkozni azzal, hogy a nemzeti dalnak egy új földolgozást készítünk, és mi pedig bátran álltunk a feladat elé. Tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz feladat, ugyanis amikor az ember tényleg kiskorától fogva hallgat egy nótát, és elvonatkoztatni attól a dallamtól, illetve attól a dallamvilágtól, tehát nem is föltétlen akartunk valami merőben mást alkotni, csak mi is arra törekedtünk, hogy legalább olyan jól működjen ez a mi verzió, mint a már mindenki által jól ismert verzió. Hát ez volt az ős bemutatója, aztán remélhetőleg még majd nagyon sok felé nagyon sokszor el fog hangzani, és működni fog legalább annyira a közönség szerint is, mint az előző verzió. Valahol ez a célunk vele. Szervezők minden évben más-más feldolgozásban közelítik meg a magyar forradalom és szabadságharc témáját. A műsort ezt mindig az 1848-as, 49-es események kapcsán állítjuk össze. Tehát igyekszünk az elmúlt 15 évben mindig valamit újítani rajta. Kötnek bennünket ugye a történelmi tények, tehát abból nem tudunk kilépni, de igyekszünk mindig másként szerkeszteni, más momentumot kidomborítani a történelmi eseményekben. Természetesen ezt tánccal, zenével és versekkel, prózai szövegekkel, azzal, amivel mi foglalkozunk. Hát igazán a pesti események, a verbúválás, tehát ahogy a hadsereget szervezik, a tavaszi hadjárat újraindítása, és végül ugye a fegyverletétel, maga az aradi vértanúkat is megjelenítjük általában a műsorban, hiszen hozzátartoznak a történethez, és a műsor végén pedig mindig választunk egy üzenetet a közönségnek, minden évben egy aktuális üzenetet, úgy prózában, mint énekben és táncban. Hogyan készül egy ilyen műsor, ha a kulisszák mögé tekinthetünk egy kicsit? Hát úgy, hogy mi mindenhol, tehát igazán mi vagyunk a feleségemmel művészeti vezetője a Becsei Együttesnek is, és mindenhol részleteiben már megtanítjuk magukat a tánc folyamatokat, a műsor összeállítását, és az utolsó egy hónap az pedig a közös próbákról szól. Utazunk Becsére, ők jönnek Topolyára, és igazán így lesz ebből egy közös produkció. A Topolyai Cirkalom és Szélszírom Táncegyüttes és Csalóka Zenekar, az Óbecsei Szelence Táncegyüttes és Fokor Zenekar, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és a Kosztolányi Dezső Színház színházi műhelyének előadását vastapssal köszönte meg a közönség. Szabadkán mutatták be az eddigi legnagyobb Berki Viola kiállítást márciusban a Kortárs Galériában. A tárlatot a Szabadkai Kortárs Galéria és a Kiskunhalasi Torma János Múzeum közösen állította össze. A tárlat megnyitóra Kiskunhalasról is nagyon sokan érkeztek. A Szabadkai Zeneiskola két növendékének erőteljes dobjátéka alapozta meg az eddigi legnagyobb Berki kiállítás megnyitó hangulatát. Berki Viola Munkácsi díjas festőművész Kiskunhalason született. Halála előtt szülővárosának ajándékozta több mint 100 alkotását, amelyek állandó kiállítás keretében a Végkúriában tekinthetők meg. Ezekből a képekből és több magántulajdonban levő alkotásokból állította össze ezt a Mennyei Alkímia című tárlatot, a Szabadkai Kortárs Galéria és a Kiskunhalasi Torma János Múzeum. Három nagy gyűjtemény van, a Nemzeti Galéria, a Torma János Múzeum,
és a Merizsi ütemény, ahol számos, tehát 10-es, 20-as nagyságrendű belkívül a mű van, és a többiek különböző múzeumokban vannak Pécsen, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Székesfehérváron. Most ehhez a kiállításhoz a délalföldi, dél-magyarországi helyekről szedtük össze az alkotásokat. Erki Viola tulajdonképpen a festészettel kötött házasságot. Ő az életét tette föl. Erre ő hajlott volna a házasság egy jeles, nagyon jeles művésszel, de ez végül is nem jött össze. Úgy tudom, ez a bulvár része a dolognak. A tűrés, tiltás és támogatás korszakában ő nem a támogatott művészek közé tartozott, és ő néha azt mondták, hogy naiv művész, ő nem naiv művész, ő egy főiskolát, képzelő főiskolát végzett művész, ő tudatosan alkotta a műveit és a művészetét, és ezt a stílust találta ki magának a 60-as évektől kezdődően egy felismerhető Berki Viola stílus van. Most engedjék meg, hogy mondjak el egy nagyon rövid mesét, mert Szent Viola is mesemondó, csak színekkel, ábrákkal beszél nekünk. Volt alkalmam Pécset járni néhány évvel ezelőtt, és lementem egy patikába, egy magán patikába, és amikor beléptem, akkor csodáltam egy fantasztikus képet. Nem tudtam semmit az alkotóról, mert nem ismertem. Az aláírást viszont nem tudtam elolvasni, mert messze volt a festmény. Ez a kép, mely megvettem áll, ez a kép, a hobbi kertészük, melynek a varázsa egyszerűen úgy elfogott engem, hogy nem tudtam elfelejteni, nem tudtam nem gondolni rá. De ennyi volt. Aztán néhány évre rá, Halason járunk, a Népszínház társulatával, ha jól emlékszem, karcoltunk, ha jól tudom, és szólt hozzám egy úriember, vagyis ketten beszéltek velem, valakitől hallottak, hogy festészettel is foglalkozom, és ott a szenvedélye, és mutatunk majd neked valamit. És kezembe tett egy két kis katalógust, ennek a borítója nem a hobbi kertészek festmény volt, hanem egy másik, de a kézírás, a poetika, a világ, az valahonnan rémlett, hogy valamit is tudok erről. Belelapozva megtaláltam a hobbi kertészek képet, és akkor gondoltam, hogy na, itt van még egy bizonyíték arra, hogy semmi sem történik véletlenül, még az is, ami véletlenül történik. Az egyedi stílusú festőművész mintegy 100 képéből válogatta össze a tárlatanyagát Miroszláv Jovancsics, a kiállítás kurátora. Ez volt a szenvedélyem az előző években, hogy Berki Viola csodája érintse a többi szabadkai polgárt is, vajdaság polgárait, mert amikor először találkoztam a Viola képeivel, az egy olyan ősi érzés volt, mint amilyen hangokat tudtunk hallani a megnyitó elején, hogy Berki Viola nem csak azért nagyszerű, mert én szeretem, mert én bevallom, hogy szeretem. Berki Viola azért nagyszerű, mert egy csodás ember volt, már mint ember csodás volt, és csodás emberből mi jöhet aztán kifelé? Hát egy újabb csoda. És hát itt vannak ezek a csodák, jöjjetek és nézzétek őket. Ismerted már előtte is a művét, hiszen annyira meseszerűek, hogy szinte színpadra kívánkoznak, egyes elemei legalább. Igen, az illusztrációit ismertem, és most nagyon jó volt viszont látni. Van olyan, ami nekem is megvan otthon, és nagyon örülök, mert a festményeit nem nagyon ismertem sajnos, és gyönyörű ez a tér, és gyönyörű benne ez a kiállítás. Inspirációt lehet ilyenkor lopni? Persze, abszolút. Főleg ezekből a képekből, amik nagyon közel állnak az én világomhoz. Nagyon-nagyon inspiráló. Mellettem jár címmel tartotta meg ünnepi húsvéti műsorát az Életjel Csáld Géza művészetbaráti kör hétfőn a Szabadkai Városi Könyvtárban. Az esten kórusművekkel, zeneszámokkal és prózaversekkel idézték meg a húsvét hangulatát. A Csátkör évek óta a Nagy Hét hétfőjén tartja meg húsvéti ünnepi műsorát. A Paulinum Gimnázium és Szeminárium énekkara Monsignor Miocs József vezetésével 5 énekszámmal lépett fel.
Idén Dolinszky Gábor evangélikus lelkész az ünnep fontosságára hívta fel a figyelmet. Arról beszélt, hogy laposodik el a húsvét lényege a fogyasztói társadalomban. Jobb könyvéből idézett. Elvonul fölöttem, de nem látom. Elszuhan, de nem veszem észre. Az életjel szavaló kórusa Blaise Sandrart, francia író Húsvét New Yorkban című művéből olvasott. Sandrart az európai modern költészet egyik előfutára, egyik legérdekesebb, legönállóbb egyénisége. A hangulata az egésznek egy kissé szomorú, komoly, mintha a költő azon, hát ez nem szép szó, hogy szomorkodna, inkább azért lenne szomorú, hogy akár milyen nagy ember képzel el egyféle utat a boldogság felé az emberiségnek, nagyon keveset fogadnak el belőle. És ő ezért, hogy úgy mondjam, Jézust sajnálja. Hogy tulajdonképpen az ő áldozata is, nem azt mondja a költő, hogy hiába való, de nem az eredmény talán nem ér föl azzal, amennyit ő ebbe beletett. Ez egy picit reflektálja mára is, egyéb tanításokra is értem? Igen. És én azért szerettem volna, hogy többen mondjuk, hogy mindenki két részletet mond, és arra tud úgy rákoncentrálni, és hogy valahogy talán annak is a benyomását kelti, hogy nem egy ember gondolja ezt, a francia költő, vagy az, aki mondja, hanem többen is. Én nekem nagyon tetszik a vers, olyan, hogy is mondjam magának, olyan ez a vers, mint egy modern festmény, vagy egy kollázs. Különböző gondolatokat tesz egymás mellé, szóval ez nem Jézusnak a szenvedés története, de szorosan összefügg vele. A prózaverset az életjel versmondói oratórikus jelleggel adták elő. Ez a ma esti szöveg, ez egy speciális dolog, azért, mert ilyet még soha nem csináltunk. A tanárnő ezt a kisgyerekekkel csinált eddig, szavaló kórus. Na jó, mert nem szavaló kórusban mondjuk majd ezt a 13 perces Blaise Sandrart verset, hanem oratórikus jelleggel fogjuk előadni, de ilyet még nem csináltunk. És itt az előkészület az tulajdonképpen a közös próbákból állt. Természetesen mindenki otthon is azért megküzdött a saját pénzumával, de nagyon sokat jelentett az, hogy összedugtuk a fejünket, tanárnő is bedugta, ami nagyon jól esett, mindenki véleménye számított, és így készítettük el az elmúlt, hát közel egy hónapja dolgozunk rajta, hetente két alkalommal, úgyhogy én azt hiszem, hogy a közönség nagyon fogja élvezni, mert ilyet még nem hallottak az életjelben, az ilyen gerontokratikus versmondóktól. Hát, hogyha már itt tartunk, tehát nyilván veteránnak számítasz a versmondók közül. Mi a tapasztalatod? Mennyi idő alatt simítod saját szájízed szerint a szöveget, és hogyha a szöveg nagyon ellenáll, akkor vannak-e most már jól bevett stratégiák? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, embere válogatja. Na most természetesen a kezdetek kezdetén, amikor elkezd az ember versmondással foglalkozni, akkor az jóval tovább tart, amíg úgymond átszűri a lelkén azt a verset. Most már azért sokkal gyorsabban megy, mert az embernek ugyebár rutinja van, tapasztalata van, és ami a lényeg, élettapasztalata sajnos. Ruhája fehér, menedéke az oltár, hétfőtől vasárnapig lassan végezte dolgát. Én, mint régi versmondó állíthatom, hogy az embernek a lelkét mindig felemeli, hogyha a versekhez hozzányúl, és ez nem csak kizárólag az ünnepekre vonatkozik, ez azt hiszem, hogy a lelki hullámzás, az öröm, a bánat, ez mindig előhozza azt, hogy az ember leemeli a könyvet a polcról és elolvassa, de amikor közeledik egy ünnep, akár legyen az egy húsvét, egy karácsony, vagy egy pünkösdi műsor, vagy az új évvárás, akkor mindig kifejezetten előjön az,
hogy jó elővenni egy verset, elmondani néhányszor, és hát ezt természetesen mi itt az Életjelben nagyon régóta készítjük az ilyen dolgokat. Jövő héten ígérünk Szalai Attila könyvbemutatót, illetve színházat és a Fabula Ráze színjátszógrunda legújabb előadását az Ízbalkánt, és lesz még egyéb kultúranyagunk is, természetesen várjuk Önöket, viszontlátásra!